Csaknem 18 éve, 2000. február 29-én hangzott fel először a Legyen Ön is milliómos főcíme. A műsort Vágó István tette minden idők legnépszerűbb magyar vetélkedőjévé. A Legyen Ön is milliómos a nemzetközi televíziós történelem legsikeresebb műsora. 160 országban láthatták eddig a nézők, Amerikától Japánig és Pakisztántól Argentínáig. Több harmadik világbeli országban például olyan népszerű volt, hogy állítólag az adás alatt drasztikusan csökkent a bűnözés, mivel mindenki a tévét nézte. 20 millió forint! Az RTL nézői közül a legtöbben és a legtöbb pénzt ebben a műsorban nyerték. Több százan, összesen több 100 millió forintot. Az első nagy nyertes egy békés csabai postás lett, Németh József, aki játszik könnyedséggel válaszolta meg annak idején a 20 milliós kérdést. A fiatalember a pénzzel együtt később Angliába költözött, Londonban lett Londiner, a Fókusz tábla látogatta meg akkoriban. Pedig nem sokan múlott, hogy 20 helyett 40 milliót nyerjen, csak nem volt elég bátor és megállt, pedig mint utólag kiderült, tudta a választ a 40 milliós kérdésre is. Az alábbiak közül... Azt tudom! A Legyen Ön is milliómos legnagyobb nyertese Cserei Gábor volt, aki egyedüliként tudta a választ mind a 15 kérdésre, és aki el tudta vinni a főnyereményt, a 40 millió forintot. Cserei urat most budai lakásában látogattuk meg, unokájával, Boglárkával játszik éppen. A mérnöki, történelem tanári és jogi diplomával rendelkező férfi annak idején úgy ment a stúdióba, hogy kockáztatni fog, bejött neki. De vajon mire költötte a 40 milliós nyereményét? Tatarodásra, nyaralóvételre, lakástatarodásra, autóra, fölösleges volt, mert ellopták, és hát könnyebb az élet. Az emberekben tiszteletet ébreszt az, hogy ön mennyit tud, és hogy ezt meg is tudta mutatni? Hát kérdeznek mindenféleket, és hogy nem tudom, akkor föl vannak háborod, hogy még ezt se tudod. Tehát nekem úgy nagyjából ismerősi körben mindent kéne tudnom tulajdonképpen, amire természetesen szó nincs. Ők itt vagyok. Ej, de rég láttuk egymást. Nagyon régen, igen. A kvízmesterrel azóta sem találkoztak. 11 év után mi szerveztük meg a nagy találkozást az RTL székházában. De tegeződtünk mi, vagy magázoltunk régen? A műsorban magázottunk, utána tegeződtünk. Hát különösen a Facebookra való tekintettel. Cserei úr azonnal a műsor kulisszatitkai iránt érdeklődött. Például, hogy a műsorvezetőnek segítenie vagy akadályoznia kellett a játékosokat abban, hogy nyerjenek. Vágó úr szerint ő nem befolyásolt senkit. Az volt a cél, hogy ne lehessen kiszámítani, hogy mi történik. Műsorkészítés szempontból, most ne figyelj ide, nagyon szépen kérlek. A műsorkészítés szempontjából az a lényeg, hogy dráma legyen. Sokféleképpen lehet drámát csinálni. Úgy is, hogy egy nagyon ellenszenves ember sokat nyer. Hát akkor a néző felrobban. Úgy is lehet, hogy egy nagyon rokonszenves ember sokat veszít. Akkor a néző felrobban. Amikor egy nagyon rokonszenves ember sokat nyer, győzött az igazság. Összesen 1166 adása volt az RTL-en a Legyen Ön is milliómos című vetélkedőnek. Rengetegen kritizáltak, azért mert segítek, azért mert nem segítek, azért mert a fiatal szőkenők azok nekem kedvesek, másrészt azért mert miért, azért mert valaki szőkenő, azért miért nem segítek, szóval minden volt. A műsorvezető szerint nagyon jó reklám egy csatornának, ha sok pénzt nyer valaki, mint ahogy Cserei úr tette. Emlékezetes maradt a műsor, hát hányszor halljuk azt, bárhol telefonos segítséget kérhetek, azt mondja, felezhetünk. Így van. Egyszer a kvíz király is megizzadt a székében, amikor találkozott Fodor Józseffel, aki nem akart neki válaszolni. Mi egy kis órával mutatjuk, hogyan teltek a percek a stúdióban némán. Nekem éjfélkor programom. Várnak a barátok. Barátok, igen. Itt dogálnék is egy kicsit. Mikor megy Kozár Mislenybe az utolsó busz? A 13 percen keresztül döntésképtelen játékos teljesen kiborította a műsorvezetőt. Tényleg tökön szúrom magam, esküszöm. A Legyen Ön is milliómost később Fábri Sándor és Friderikus Sándor is vezette. Kijén Tamás. Az egyik adásban a Fókusz egyik későbbi riportere is játszott, sőt, nyert is.
Friderikus Sándor még helyet is cserélt vele, hogy kipróbálhassa, milyen a kamerák előtt beszélni. Sándor, honnan érkezett? Budapestről érkeztem. Mivel foglalkozik Sándor, ha szabad ezt megkérdezem így? Ügyvezetője vagyok egy KFT-nek. Ó, hát akkor mi ez... Mi az, hogy ó? Végül én 500 000 forinttal távoztam, ami aztán azért nagyon nagy segítséget jelentett abba, hogy én vidékről felköltözök Budapestre, elkezdjem a riporteriskolát, és hát végül itt kössek ki a Fókuszba már 4 éve. Kollégánk Kiér Tamása a Fókusz munkatársaként beutazta a világot. Járt Afrikában, Amerikában, több 100 riportot készített már.